Alig egy órája érkeztem meg, és az első halam ez a 9,5 kg-os amúr. A kombi előkével fogtam, aminek a kötését majd holnap fogom bemutatni. A csali az egy félszem Spirotopus Eper bojli volt, amit egy félszem C2-es popáppal könnyítettem ki. Sziasztok! Itt vagyok a kedvenc tavamon, és ugye a tegnapi gyors bejelentkezésemben is utaltam rá, ebben a részben egy kombi előkének az elkészítését fogom bemutatni. Azonban mielőtt rátérnék az előkekötésre, mutatok egy gyönyörű pontyot, amit ma hajnalban sikerült fognom. Nézzétek milyen gyönyörű! 15 kg 40 deka, ő az első pontyom idén, és őt is a kombi előkével sikerült fognom. Mindjárt visszaengedem és megmutatom, hogy hogyan kell elkészíteni ezt az előkét. Lássuk, hogyan is kell elkészíteni ezt a lágy hajszállal kombinált fluorokarbon előkezsinort. A következők szükségesek hozzá. Szükségem van hozzá egy fluorokarbon előkezsinorra, egy lágy fonott előkezsinorra, porogra, porogbefordítóra, szilikoncsőre, amiből majd később levágok egy kis darabot, illetve a csalira, amivel majd horgászni szeretnék. Először levágok egy darabot a fonott előkezsinórból, amire felfűzöm azt a csalit, amivel később horgászni akarok. Majd ezt a zsinort átbújtatom a horog fülén és egy szorító kötéssel rögzítem. Illetve én még kis szilikon csövet is felszoktam a horogra húzni, mint a blowback előkénél. Ezután jöhet a fluorokarbon előkezsinór, amit átfűzök itt a horog fülén, és egy csomómentes kötéssel megkötöm. Majd utána ezeket a felesleges részeket levágom. És végül a jobb akadás érdekében én mindig használok horogbefordítót is, ami a kötést is védi. Ennek az előkének az előnyei, hogy dobásnál egyáltalán nem gubancolódik, a víz alatt láthatatlan, a fonott előke természetes mozgás biztosít a csalinak, illetve szinte kifújhatatlan. Egy tipp még a csalizáshoz, én azt tapasztaltam, hogy akkor működik a legjobban, hogyha valamilyen kikönnyített csalival használjuk, értem ez alatt a Wafters boilikat, a hóember csali kombinációt, vagy amit most én használtam, egy félszem süllyedő és egy félszem pop-up boilit. Tényleg érdemes kipróbálni, nekem még soha nem okozott csalódást. Ez a szép pont is azt bizonyítja, hogy nagyon jól működik ez az előke, és mindenkinek hasonlóan szép fogásokat kívánok vele.